Hát köszöntelek benneteket nagy szeretettel. Hát szombat, ugye, mint mindig ugyanazt mondom el, újabb találkozó, újabb lehetőségek, újabb megismerések, megtapasztalások, és mindig hozunk olyan előadókat, akik már nálam inkább vendégek, barátok, családtagok, akik mindig újabb-újabb gondolatokat hoznak el. És hogy miért? Mert higgyétek el nekem, hogy nincs elég tudás, ha nincs hozzá még több muníció. És azokat mind magunkba hordozunk. Itt már beszélgettünk én erről, hogy mindenki egy pázlőt szed össze, van, aki egyet, van, aki sokat. De hogy egyet biztos, hogy fog találni, az meg hiányozna az egészből. Hát megadtuk a megfelelő energiát a kozmikus hanggal. És ehhez most kozmikus lehozatalak, kapcsolatok, átadások lesznek méghozzá. Hát ki más tudna először ezt elmondani? Szelei Magdolna. Fogadjátok nagy szeretettel. Körülbelül 2 hónappal ezelőtt Miklós azt mondta, hogy feltétlenül tegyem magam szabaddá augusztus 20-ára, és mondtam neki, hogy nem korai ez a kérés, hogy biztos, hogy és azt mondta, hogy nem, mert feltétlenül itt kell lennem, és kérdeztem, hogy miért van az az ünnepi meghívás. Mondta, hogy az Isten anya ünnepe, és szeretné, hogyha én is egy kicsit adnék magamból. És akkor mondtam, hogy hát igazából nem augusztus 20-a az Isten anya ünnepe, hanem a ugyan judeo-kereszténység szerint augusztus 15-e, illetve szeptember 15-e is, de nekünk teljesen mindegy, mert minden nap lehetne éltetni, és kell is éltetni az Isten anyát, úgyhogy igyekszem az ígéretemnek eleget tenni. És azért vagyok így fölkarácsonyfázva a gyöngyeimmel, mert egy évben egyszer föl szoktam őket rakni, de meg szeretném értetni magammal is, és veletek is, hogy mit jelent az, hogy gyöngyöket hordoznak a lányok és a nők, miért ilyen fontos nekünk az a gyöngy, amit férfiak életmentő bátorsággal akár a tengerek mélyéről, a kagylókból is előkeresnek, és hogy az Isten anyának mit jelent ez a gyöngy. Úgyhogy erről is fogok beszélni. De mielőtt az ünnepi megemlékezésbe jobban beleásnám magam, engedjétek már meg, hogy a múltkori előadáson hallottam a Szent István nappal kapcsolatosan, és Szent Istvánnal kapcsolatosan egy olyan információt, ami mellett nem tudok elmenni, hogy ezt a napot tisztán tudjuk értelmezni Szent Istvánunkkal, és az ős magyarsággal, mert lépten nyomon még mindig találkozunk azzal, hogy Szent István elárulta a nemzetségünket, és széttördelte a táltos botokat, megölte koppányt, meg mindenfélét mondanak nekünk. És az az igazság, hogy én magam is kutattam már sok évvel ezelőtt ennek az információnak a lényegét, és sok évvel ezelőtt azt mondtam Szántainak, hogy akkor még Pap Gáborral együtt ugyanezen az állásponton voltak, mert ugye Badinyi Feri bácsitól hallottuk először ezt az információt, hogy nekem az égi világ nem ezt mondja, sőt azt mondja, hogy nagyon sok torzítás van, és hamisság és hazugság a történelmünkben, és tudatosan akarják mindig a nemzetségünket megvezetni, és egymással szembeúszítani, és bizony ez nagyon komoly hegeket és lelki nyomatokat hagy bennünk. Ezért én szeretném elmondani az álláspontomat is, és akkor ugye Szántaival egyeztettem, méltó hallgatásban volt és csendben volt, amikor én elmondtam, hogy mit mond az én égi családom, és körülbelül 3-4 év után találkoztam vele utána, és boldogságomra egészen mást mondott Szent Istvánról, mint amit korábban már sokan mondtak. És akkor oda mentem, átöleltem, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, hogy revidiáltad az álláspontodat, és azt mondta, hogy mi is tanulunk és fejlődünk, mert hozzájutottak olyan ősi iratokhoz, amelyek bizonyítják Szent István nagyságát és lelkiségét. És akkor nagyon örültem.
de még mindig föllelhetőek ezek az információk, és olyan vért mellel mondják sokan, és annyira nem gondolják át, hogy ez nem jó, hogy elképesztő. Ráadásul egész Erdély területén és felvidéken is, és lehetséges, hogy délvidéken is találunk még olyan erőt templomokat, amelyek kazettásak, és ott is lehet látni a csodálatos relikviáinkat, és azt is lehet tudni, hogy a legtöbb körtemplomot és ezen kazettás templomokat Szent István idejében építettek, amikor elrendelték, hogy minden faluban legyen. Ráadásul azt is tudnunk kellene, mert nagyon-nagyon torzított történelmet tanítanak, és ha kihalnak az idősek, akik még tisztán akarják látni és tudni ezt a világot, és igyekeznek az igazságot megtalálni, hogy a gyermekeink, ha nem adjuk át, akkor megtévesztett történelemben haladnak tovább, de adja Isten, hogy ez megforduljon. Tehát ezt szerettem volna, nyilván én az előadónak nem akartam mondani sem, meg el is akartam menni, mert dolgom volt, de ez nekem fájdalmas információ volt, hogy még mindig a spirituálisan csatornázók között is engedik, hogy egymásnak ugorjunk, vagy téveszméket használjunk. Úgyhogy ezért gondoltam. Most a Szent Istvánnak a személyiségéhez az is hozzátartozik, hogy kényszerhelyzetben volt, amikor döntéseket kellett hoznia, és majd amikor a szellem életünket taglaljuk, érteni fogjátok talán, hogy én miért gondolom magasabb szintű látásban az ő sorsát, hiszen most sem könnyebb sem egy politikusnak, sem egy spirituális vezetőnek úgy lavírozni az információk és a tények között, hogy pontosítani tudja és át tudja adni azokat az információkat és azokat az energiákat, amelyeket szeretnénk átadni mindenkinek. És az a király, aki szintén kezét tördelte, és meghasonulás szélén volt, mit tett, ami a legnagyobb dolog volt. És legelsőként szintén abban az időben, 20 évvel ezelőtt kezdtem mondani a csatornákból, hogy ha csak azt tette volna meg, hogy visszaajánlja a nagy boldogasszonynak a Szent Koronát, és a magyarok nagyasszonyának a kegyelmébe ajánlja a nemzetünket, már az is egy nagy dolog, mert a szakralitásban inkarnálódott szellemnek és léleknek olyan nagy terhe van, amit egyszerű ember, aki nem járatos ezekben az energiákban, föl se tudja fogni. Tehát ha csak azért emlékeznénk meg ma, augusztus 20-án, ha már még a kommunizmus is engedte, mert nem merték a Szent Istváni energiákat teljesen letarolni, akkor is megilleti az a tisztesség, hogy együtt érezzünk vele, hogy ő mit kellett és kényszerült tenni. Mert nagyon sokan nem tudják, hogy a visszafoglalás, vagy a honra újra visszaérkezés sokféleképpen lehet fogalmazni, de egy ősbölcsőbe születtünk, mentünk el, és jöttünk vissza mindig, még akkor is, hogyha közel-keleten, távol-keleten, vagy bárhol voltak nemzetségeink, az ősi szkíta, sumér, káldus, vagy bármelyik nemzetség, vagy a hunok. Tehát nagyon könnyűnek tűnik most az egóból vagdalkozni, és bántani a nagyságokat és a múltakat, de nem tudom, hogy ki, hogy melyik férfiak tudnának a mai világban egyesülni olyan erőkkel és olyan harc edzettségekkel és olyan terepen helytállni, mint ahogy elődeink szokták annak idején ezt megtenni. És minden férfi mellett ott kell legyen a nő. És ez borzasztó, hogy tényleg fájdalomba hasít az emberbe, amikor azt akarják velünk elhitetni, hogy csak a férfi vagy csak a nő, és nem értik Jézusnak sem az üzenetét. Sem a nimrodi vérvonalban jövő nemzetségeinknek az áldozatait. Tehát, és ráadásul Szent István sokkal több volt ettől.
nagyon komoly programot vitt véghez. És most a politikai elit ugyanaz a nehézséget kapja, és ráadásul az én tudásom szerint fiatal lelkek vállalhatták ezt az időszakot, akár Magyarországon, akár bárhol a világban, mert olyan karmatételek ezek minden döntésükben, hogy én egyiknek se lennék a helyén, őszintén mondom. És ezt akkor fogjátok megérteni, hogyha elmondom nektek, hogy a szellem és a lélek útja, hogy indul el a földre inkarnációban. Ezt is gyújts már meg, légy szíves, Miki. Ez az Isten anyának a gyertyája. Azért tettem oda, hogy ne folyjon le, de le is tehetjük a fiói. Na. Tehát fogok erről is beszélni, hogy Jézusnak milyen komoly feladatai voltak, és hogy miért ez a szereposztás esetlegesen a politikai elitnek, most nem csak Magyarországról beszélek, hanem a világ minden országára érvényes ez, mert az egész Föld és az egész galaxis sorsa van most a téten. És sajnos azt tapasztalom, hogy még mindig nagyon sok tudatlan van közöttünk, bár ez is egy rendszer, tehát nem lehet azt mondani, hogy az ő hibájuk, hanem meg fogjuk érteni, hogy honnan jöttek és hova igyekeznek sokan. Nos, tehát visszatérve Szent Istvánra és a megkoronázott, ismételten megkoronázott nagy boldogasszonyra, aki örökös koronánkat hordozza, és ő az örökös királynőnk. Szent István felajánlotta, és még erősebb hittel és szeretettel fordultak a férfiak is a női minőséghez, mert egy nő nélkül nincs haza, egy nő nélkül nincs otthon, és egy nő szeretete nélkül nincs bátor és hős férfi, akire föl tudunk nézni, és akire rá tudunk támaszkodni, viszont a férfi pedig a nőre támaszkodik. És én azt gondolom, hogy ha már a nagy boldogasszony és a mi isteni vérvonalunk ennyire egy folyamatban van, és mindig beleszületünk ezekbe a vérvonalakba, akkor engedtessék meg nekünk, hogy Szent Istvánt úgy ünnepeljük, ahogy megérdemli. És akkor a nagy boldogasszonyról még annyit, hogy ők együtt is dolgoznak a szellemvilágban, és készítik elő a magyarságnak, illetve már a programok kész vannak, hanem arra várnak, hogy minél többen fölébredjünk. Nagyon érdekesek ezek az energiák, hektikusak is és erősek is. És valóban a gyöngyszemeket, a nőket újra föl kell öltöztetni, hogy gyöngyszemek legyenek, és a férfiainkat föl kell pallérozni, hogy férfiak legyenek. És beszélünk arról majd, hogy mi a krisztusi szeretet. Mert a krisztusi szeretet nélkül nincs nemzet, nincs család, Isten az a család, nincs nemzet, nincs nemzettudat, nincs földi energia, hanem csak pusztulat. És most vagyunk ebben az állapotban, reméljük, hogy már az utolsó alappilléreket tapossuk, és megindul a változás. Tehát a nagy boldog asszonyunk, táltos lányai, azok voltak a legnagyobb gyógyítók. És ők fehér ruhában jelentek meg a nőknél, amikor még szimbiózisban voltunk az isteni tudattal és az ősök szellemiségével. És olyan fantasztikus gyógyításokat tudtak végrehajtani ezek a nők, és természetesen férfiak is, hogy nem kellettek különféle szupergépek, meg nem tudom milyen orvosságok, amik orvul támadnak, hanem a természet erejét és a természetet adó isteni erőket használták, és gyógyfüveket, és ráolvasásokat. És többnyire éjszaka gyógyítottak, amikor a lélek kilép a testből, és abban a pillanatban az őrzők, a testőrök felügyelete alatt szellemműtéteket és mindenféléket elvégeztek.
És azért öltözünk mi fehér ruhába táltosok, és Isten hívők, és Istenben járók, mert ez a mi titkunk, hogy milyen képességeket kapunk, hordozunk, és hogyan élünk vele. Tehát gyakorlatilag ezek a fehér ruhás angyalok jelentek meg éjszaka, és sokan másnap elmondták, hogy mi történt velük, és a hagyományunkat, az ősi hagyományunkat ugyanúgy tisztelve hordoztuk. És amikor valaki eltávozott közülünk, ünnepeket tartottunk, és akkor is fehér ruhában, nem fekete ruhában gyászoltunk, hanem segítettük énekekkel és mindennel az eltávozót. Tehát, hogyha megerősödünk, és valóban ez a táltos sámánikus erő végre felszínre jöhet, és remélem, hogy ez hamar van, és nem csak egy pár férfi képviseletében merik az igazságot hirdetni, és az fülekre is talál, és szellemi segítséget is kapunk, akkor megindulhat végre az, amire várunk évmilliók óta. Nem tévedtem, évmilliók óta. És most adatik meg a Földnek és a világnak az, hogy bárhol éljenek magasrangú maglelkek, akár magyarul, akár más nyelven beszélnek, ugye azt szoktam mondani, az az én szlogenom, hogy nem minden mag magyar, és nem minden magyar mag bárhol éljen a világban. Készen vagyunk a Föld fölemelését, megmentését, és mindazon embereknek a hazavirtelét, akik így döntenek. Nem véletlenül volt a Covid. Itt tőlem sokkal többet tud, doktor úr is, és sokan elemezték ezt. Én csak a spirituális oldalát nézem, amit én kaptam az égből. Amikor azt mondta a Teremtő Isten és Úr Jézus a mindenható atyával, hogy kislányom, meg kellett engedjem a legrosszabbból a jobbját, mert nekem is fontos tudni, hogy a lelkek és a szellemek milyen szinten vannak, hogy döntenek, és el kell készítsem számukra a helyet az égben. Vagyis mindenki mérlegelve volt, van, és megtörténtek a mérlegelések. 2020-ban kezdődött ez, és 2021. novemberében lezárták. A kódokat mindenki megkapta. És remélem, hogy akik távoznak, majd boldogan mennek, de azt még jobban remélem, hogy minél több embert tudunk boldoggá tenni és fölemelni, még fizikai testben. Persze természetes, hogyha egy betegség és egy fájdalom kínoz valakit, akkor az már megváltásnak érzi az eljövetelét, ha hazamegy. De akiknek még itt dolga van, én azt szeretném, és azt kérem mindenkitől, akihez majd eljut ez a hír, hogy merjetek igazat mondani, merjetek magatokért és másokért tenni, és merjétek fölvállalni a képességeiteket azért, hogy újra ünnepelhessünk fehérben is, égben és földön, és mindenhol. Mert Isten csak azoknak tud segíteni, akik képesek megtartani, elfogadni és cselekedni. Ígéret szerint meg fogják mutatni magukat, és megkezdődnek a csodák hamarosan. Nagyon régóta várjuk, de csodákat addig nem lehet kapni, amíg széthúz a lélek, a szellem, és csak a gyűlölet vagy a harag munkálkodik. Tegye meg mindenki a maga dolgát, és legyen lelki ismerete nyugodt, amikor szembeáll önmagával a mérlegelésnél, amikor mát az igazság serpenyőjébe teszi a lelket, a fölvállalt feladatot és a föl nem vállalt feladatot, vagy a megtett és a meg nem tett feladatot mérlegelik. Lehet, hogy néhányan túl jelentkeztek, vagy túl nagy csomagot hoztak, és rájönnek a végén, hogy ez nagy falat volt nekik, lehet módosítást kérni, de a félelmeket abba kell hagyni,
és egymásba meg kell kapaszkodni. Tehát ez most, ami ránk vár feladat. Nagyon sok témát föl kellett írjak, de nem tudom, meddig jutunk el, de a lényegeket szeretném. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy megértsük, hogy hogy történik a leszületés. Van nekem egy csodálatos könyvem, ami még csodálatosabban került hozzám. Jézus házban egyszer kivittem a szemetet, és a kuka tetején találtam egy vadonatúj könyvet, ezt a könyvet. De az nekem volt oda készítve. Tehát sajnos ez a könyv már nem kapható, még előjegyzésbe se, és már azért sem láttam, mert többször lemásolták tanítványaim, ugyanis ez egy korábbi keltezésű könyv, és én ebből nagyon sok visszaigazolást kaptam az égi csatornámból, hogy a szellemek élete hogy működik. És gyakorlatilag ez 1928-ban már nem első kiadás volt, és a szerzője Domokos László bizonyára csatornázásból leírta a szellemszinteknek a működési elvét, és az inkarnációknak a rendszerét a galaktikus égből, ahogy jövünk le a Földre. De mielőtt erről beszélnék, engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy a legelső tanításaimkor, amikor elindítottak, és mondták, hogy induljak el, most már ne húzódozzak vissza, tanítani kell, mert nagyon sok lelket ébreszteni kell, akkor én még nem értettem, hogy mit jelent az isteni tudatosságban élni, hogy Isten bennünk van, hogy kapcsolódnak össze a szellemszintek és a lélekrészek bennünk, és hogy Jézusnak mi volt a küldetésének a legfontosabbja. És amikor én ezt a tanításokat megkaptam a csatornából, és ez a könyv a kezembe került, nem azt mondom, hogy minden oldalát kívülről tudunk, mert lehetetlen. Ez olyan, mint egy Biblia. Nekem ez a Biblia igazából. És azt nem lehet se kiolvasni, se értelmezni, csak mindig újat és újat kapni lehet belőle, és erőt kapni ahhoz, hogy megértsük, hogy hogy van. De egyet tudtam már akkor is, amikor a kormányoknak kellett leveleket elvigyek, hogy megüzente a Teremtő Egyisten, hogy a Földnek a kiképzésében vannak azok a lények ide delegálva, vagy ide engedve, vagy ide leszületve, akik vállalják az inkarnációt, és már pedig nagyon sok lélek szeretne ide a Földre lejönni. De azt is elmondta, hogy a Földön ez olyan egy nagy szellemnek, mint a pokol. De a pokol tüzébe kell mártania mindenkinek magát, aki az mennyekbe akar menni. Van is ez a mondásunk, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Tehát gyakorlatilag mit csinál a magyar? Pokorra megy. Pokorra megy azért az eszméért, ami a vállunkra van téve. És olyan időszakba kapcsoltak engem be, amikor, és látomásaim voltak, hogy mi van a föld alatti járatokban, meg egyebek, amikor még nem voltak kész teljesen, sem Denver, sem a Harp, semmi. És láss csodát, az igazság megindult, mert azok az üzenetek, amiket akkor kaptak a kormányok, mind elkezdtek bepörögni megvalósulásra. De viszont ez azt is jelenti, hogy mindent részletesen tudtunk, és ezeket a programokat bizonyára elvállaltuk, aláírtuk. És egy nagy szerencsénk van, hogy az ős öreg Isten, így mondjuk, mert ugye a lelkek összessége az Istennek a tudata, ezt mi már tudjuk, akkora készültséggel vannak a Föld téridejében és a galaktikus rendszerekben fölkészítve, hiszen földi időszámításokban, mint mondtam, több millió éve készültünk, hogy azokat a területeket, azokat a bolygókat, azokat a lényeket, akik ide leszületnek,
el tudja fogadni a Föld, és mi, mint emberek, tudjunk velük élni, és saját magunkat is tudjuk emelni. Tehát arról beszélünk, hogy hogyan tudunk ide leszületni, és miért született ez a Föld. Ez a Föld, és ez a földi tudat. Tudnélik, a világegyetemben rengeteg bolygó van, rengeteg lény van, és amikor a kiáradás van a teremtéstől, utána van az apá, és jön a visszahúzódás, minden lélek meg akarja tapasztalni az isteni önvalójának a működését. És egyedül az emberi faj lett teremtve arra, hogy Isten képmásaként a gondolat szó a cselekedet, és a megtapasztalás útján istenivé váljon. Ezért mondjuk magunkról, hogy Isten, Istenember, felsőbén, lélek, szellem, tudat és embertest tudat is vagyunk. És ezt lehetne még cizellálni részletesebben. Mert amikor imádkozunk, hogy atomszinten, magszinten, sejtszinten, vérszinten, kvantumszinten, isztragoni szinten, a kvarkok szintjén, a vérben, a DNS-ben, közletársai növény állat, az emberi tudat szintek, fényember, fénylény, istenember, abszolút isten, ezek mind mi vagyunk, az összes bolygó minőségekkel és állatminőségekkel, növényminőségekkel, akkor értjük meg, hogy mi az, amit egy emberöltön belül meg kell tapasztalni, és sok emberöltön belül az inkarnációban, ami Istenhez fölvezet bennünket, és újra egyé válunk önmagunkkal, az isteni tudattal. Tehát nagyon szép ez a Föld, és nagyon terhes is, mert földanya vállalta föl ezt az inkarnációs rendszert, és azt mondták nekem sok évvel ezelőtt, hogy fölkészítették a Földet arra a helyzetre, hogy amikor ide betolják azokat a lényeket, akik csak is a pusztulást akarják, a gonoszságot, a rosszaságot, itt fogják elkapni, és itt fogják megsemmisíteni, és azok a lelkek fognak segíteni lentről, a Földön, akik a mágusos, magik, táltos minőségben itt vannak a Földön. Mert sokáig a terem búrával volt lezárva a tér, és Isten nem tudott, de nem is akart közbeavatkozni mindaddig, amíg ezek a reinkarnációs rendszerek nem mennek végig. Alfától omegáig. És van kis ciklus, nagy ciklus, most ebben nem megyünk bele. Tehát gyakorlatilag a szellem életéről és az inkarnációról szeretném megértetni, hogy hogy van ez. Mindannyian, mielőtt a Földre jövünk, aláírunk egy szerződést. És sokszor évekig várunk arra, hogy mikor, melyik családhoz születhetünk le. És ennek az indítványa akkor kezdődött, amikor sok-sok évvel ezelőtt a nagy androgűn isteni lények elvállalták a szétszakadást, a leválást. Így lettünk férfi, és így lettünk nő. És ezen belül mindenkinek van női oldala, férfi oldala, és elengedtük a másikat. És lehet, hogy évmilliók óta nem találjuk a párunkat, csak keressük, keressük, keressük. És Jézus, amikor lejött, pont azt akarta, hogy visszaállítsa azt a rendszert, azt a rendet, ami a Nimródi hagyomány, a vérvonalunk, a Mária Magdolna és Jézus vérvonalában az ősi, sámánisztikus, táltos, mágus rendszereknek a tiszta vérvonala. De hatalmas áldozatokat kellett akkor is, és azóta is nekünk. Megvan az mindenkinek az a film, amikor Jézus mondja a Jézus élete címében, filmjében, hogy nem azért jöttem a Földre. Megvan? Földbe játszunk, mert elkészítettem, mert ez egy nagyon érdekes rövid monológ. Követettem a telefon. Ez érdemes szóról-szóra meghallgatni. Tudnélik, ő ott elmondja, hogy mi a feladat. Mindjárt bejátszom.
Nem tudom, hogy ez az, bocsánat. De most annyira szeretném, hogy ezt itt meghallgassuk. Pillanat, ha megnyitom, hát, ha itt van. Nem, ez nem az, sajnos. Na mindegy, akkor elmondom. Melyik, amikor idézett van egy filmből, amikor Jézus azt mondja, hogy nem békességet jöttem hozni a földre, hanem kardot hoztam, és a kardom az igazságot fog vágni minden térben és időben, és azt is mondja még, ugye, hogy az a legnagyobb feladat itt a Földön, hogy a férfi megtalálja a párját, egyé váljon vele, és az isteni, a krisztusi szeretet vértezze föl őket a földi időkre. Mert a földi időkben csak azok tudnak eredményt fölmutatni, akik eljutnak arra a pontra, hogy szimbiózisba kerülnek, és együtt tartsák meg az erőt. De ezeken kívül arra is nagyon fontos van, hogy a nemzetek találjanak egységbe. Tehát, mert a krisztusi szeretet nem az, aminek minket tanítanak. Mert ugye direkt a kereszten megfeszítve, meggyalázva, félelmet keltve használják ezeket a korpuszokat, és nem a napkeresztet használják, ami az ősi kereszténységnek az útja és az elemeknek az összetartozása. Pontosan tudjuk, hogy mi a körkeresztnek a lényege. És gyakorlatilag azt kell most megtalálnunk egymásban, hogy hogy tudunk azzal a képességgel, amivel leszületünk, és megírjuk magunknak, úgy megtalálni önmagunkat és a másik felünket, hogy egy teljességet tudjunk kiárasztani az egész Földön, és minden ember megtalálja önmagának a fejlődési fokát. Tehát úgy van, hogy akkor tudjuk ezt a lényeget, mert ez a film megvan, most akkor nem időzök ezzel, hogy keressem. Gyakorlatilag az a lényege a jelenlegi helyzetünknek is már, hogy bejártuk azokat az utakat sok-sok inkarnáción keresztül, ami elvezet bennünket most a nirvánába, illetve az aranykorba, és föl tudunk emelkedni. Most ez a tét. És arra várnak, hogy minél többen fölébredjenek. És ahhoz, hogy minél többen fölébredjenek, minél több embernek kell megtalálnia önmaga képességét és a boldogságát. Na most mi a krisztusi szeretet például? Én megéreztem pár évvel ezelőtt, kaptam egy olyan információt, hogy készüljek föl rá, mert kinyitják a szívemet, és a krisztusi erőt kell eltartanom. Már mondtam, ó, boldogan, majd én lebzselek ugye a Krisztus energiájába és Jézus szeretetében. Körülbelül 2 hétig volt nyitva a szívem. Én a poklok poklát jártam meg. Akkora fájdalom volt, hogy azt elmondani nem tudom. Miért pedig azért? Mert olyan nagy erővel jött a szívemből a szeretet, hogy nem tudtam kezelni. Bejött hozzám a Jézusházba egy család, kisgyerekkel, anyuka, apuka. Mindegyiket nyomkodtam volna, puszíltam volna, öleltem volna, és akkor... Ha a férfi jött, azt ölelgettem volna, nő, azt ölelgettem volna. És közben egyfolytában sírtam, és egyfolytában nem tudtam aludni, és egyfolytában jött az energia. És azt mondtam, hogy most kérem, hogy zárjátok be, mert nem tudom elhordozni. Nem lehet elhordozni. Addig, amíg nem vagyunk rá készen. Tehát gyakorlatilag a krisztusi szeretet, a testvéri szeretet, a nemzet szeretete, az önmagunk megbecsülése, önmagunk szeretete, ezek mind összefüggő témák kellenek legyenek, és energiák, mert föl kell készülnünk a nagy változásra. Elmondtam a korábbi előadásaimban is már, hogy egy energia olyan erővel tud jönni, hogy azt se tudod, honnan támad, fejed, tested, lelked, pszichéd, kapkodod a fejed, rosszul vagy, szédülsz, hány ingered van. Ez olyan, mint a nőknél a más állapotosság. Mondtam régen az előadáson, hogy na fiúk, majd ti is szülni fogtok, mert nem tudjátok milyen, amikor a mérgezettséget érez a nő hasába a gyerek miatt, addig, amíg be nem helyeződik teljesen az embrió a testben, és akkor elkezdtek nevetni.
Most nem nevetnek, hívogatnak, hogy ez az Magdolna. Hát ez. És közben napkitörések vannak, galaktikus erő jön, bolygó együttállások vannak, és sorolhatnánk sok mindent. Erről biztosan tudtok is beszélni, hogy ki mit él meg? Ebben már benne vagyunk. És tudod, nem lehet úgy krisztusi szeretetet fogadni, hogy gyűlölködünk, káromkodunk, másikat megszóljuk meg, nem tudom micsoda. Vagyis kiválogatódás kezdődött meg. Nagyon jó hír egyébként, hogy rengetegen hívnak engem a 40-nehány éves, 40-től már följebb, nyitják azokat az arkangyalokat, akik itt vannak inkarnációban. És nem szabad azt hinni, hogy nem segítenek majd. Nagyon sokan tagozódnak be és indulnak el, hogy fölvegyék azokat a kódokat és azt a ritmust, amire szükségük van. Nem értenek még sok mindent, de be fogják őket kötni, és napról napra nevelik, és éjszakánként kapjuk a tanításokat és a kódokat. Na most azért vissza kell nyúlnom egy pillanat erejéig, ahhoz a kegyelemhez, hogy mi a krisztusi szeretetnek a lényege. Nem az a lényege, hogy ha jó egy házasság, egy férj és feleség szerelemben van, hogy azokat szétszedjük, aztán az nem jó, hanem az a jó, ha megtaláljuk egymás párját, és azzal tudunk szimbiózisba kerülni. Mert hogyha megvan a házi fészek, és az tiszta és erős, akkor az együtt mennek ketten. Ha nincs meg, akkor meg kell találni a harmóniát, amire Jézus figyelmeztetett bennünket. És ő többször kijelentette, hogy az ő teremtő párja Mária Magdolna, vagy Magdalai Mária. De mivel elváltunk egymástól ókor-ókor, nem biztos, hogy férj és feleség együtt él, viszont a genetikai állományunk miatt, a vérvonalunk miatt, és minden egyéb miatt, a gyerekek leszületése miatt vérvonal tisztítást hajtunk végre. De akkor is törekedni kell, hogy egymásért éljünk tisztességben, becsületben és szeretetben. Mert a krisztusi szeretet az a feltétel nélküli szeretet. És az tényleg, az fölülmúl minden szerelmet, minden tudatosságot, azt nem lehet megfogalmazni. És ide akarnak eljutni minden lény, akik jönnek valahonnan és mennek valahova. Engem kicsit zavar ez a mikrofon egyébként, mert erre kell koncentrálni, nem tudok beszélni, de mindegy. Tehát ott tartottam, hogy amikor valaki inkarnációba szeretne jönni a Földre, abban a pillanatban megtervezi magának az ő saját fejlődésének, most az isteni tudatról beszélek még, és a szellem és az isteni tudat egyben gondolkodik, hogy mire van szüksége, és miért kell a Földre jönnie. Mert hogy elmondtam, hogy itt lehet a legtöbbet fejlődni, hogy Isten emberekké és istenekké váljunk. És gyakorlatilag azért fontos volt minden inkarnációnk, mert mindig csak a tapasztalást és a megéléseket visszük haza. És amikor hazamegyünk, akkor egy kosárba, mintha kosárba a lelkek közösségébe beletesszük azokat a tapasztalásokat, amelyekkel mi rendelkeztünk, vagy hazahoztuk. És ott gyűlik. És amikor valaki le akar születni, például egy Jézus minőség, Buddha minőség, Allah, mindent lehet mondani, nagy mesterek, vagy történelmi személyiségek voltak, azok is beteszik a tapasztalatukat, vagy a nagy találmányok, a nagy zenészek. És amikor választasz magadnak, és Isten jóváhagyásával, a teremtés jóváhagyásával akarsz inkarnálódni, akkor azt beírják, és azokból ilyen sugarakat veszel magadhoz. És a sugarakkal egy egységet alkotsz magadnak, amiben le akarsz születni, és megkeresed azt a szülőpárt, aki szerelmet generál, mert mi ugye nem lombikban, meg nem a föld alatt gyártanak bennünket, és elkezdődik az engedélye a leszületésnek. Volt egyszer egy ilyen látomásom, hogy egy ilyen távcsővel érkeztem valahonnan, és közelítettem a Földhöz.
és szűkült, 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 gondolom ezek a műholdak is így működnek, és ott volt egy pont, amikor egy férfi meg egy nő szerelmes volt, szeretkeztek, és betettük a kódot. És a következő látomás az volt, hogy kórházban az anyuka, születik a baba, én ott ültem a sarokba hátul, láthatatlanul, egyszer csak nyílt az ajtó, és jött az apuka, egy kisfiúval fogta a kezét, és mentek boldogan a kistestvérhez. És a kisfiú észlelt egyedül, mert ő látó volt, rám nézett, boldog volt, mosolygott, én is, és akkor eljöttem, mert boldogan tudomásul vettem, hogy megtörtént a boldogság. No, tehát így jövünk le, szeretteim, mert boldogan jövünk, és örömmel jövünk, viszont a tacepaókon föl vannak írva, hogy miket kell végrehajtani. És az a helyzet, hogy rengeteg térből születnek le lelkek. Még olyanok is, akiknek csak kicsi lelke van, mert még keveset inkarnálódott, és számtalan galaxisból jönnek. Ez azért fontos, hogy megértsük, hogy miért vagyunk más-más tudatszinteken. Amikor türelmetlenek vagyunk, vagy kurvanyázunk, bocsánat a szóért, és nem értjük, hogy a másik miért nem érti már, úgy higgyétek el, hogy a szellemvilágban ugyanúgy megvannak a hierarchikus rendszerek, mint a Földön, hogy gumibugyi, óvoda, általános iskola, középiskola, egyetem. És lehet, hogy több ezer inkarnációba jutsz el, amíg eléred azt a szellemi tudatszintet, hogy azt mondod, hogy én most magyar leszek, én most fölvállalom, én most megmentem a nemzetemet, én most ezt csinálok, én most azt csinálok, nagy vehemenciával, mert tudatos vagyok, Isten ember vagyok, és vállalom a felelősséget, bármi történik. Hát minél több ilyen kellene már, mert ugye talán a 48-as szabadságharccal elfogytak ezek a férfi neműek, meg rák voltak kényszerítve bizonyos dolgokba, mert tudjuk a történelemnek a katasztrófáit, de most újjászületések vannak. És ezeket a szinteket meg kell ugorjuk, sajnos. És vannak olyan lelkek, akik még a fogantatás után se nincsenek képbe, hogy hol vannak. Milyen sok van közöttünk most, aki olyan, mintha kínaiul beszélne, nem is érti, amit mit mondunk. Hány ilyen van? Hány ilyen van, hogy beprogramozható az iskolába, és csak az informatika érdekli, vagy a csajok érdeklik, vagy kit mit érdekel. Ők még más programban vannak. Ezt használja ki ellenünk az az erőtér, akik nem akarják a Földet elengedni, de az emberiséget se, vagy pedig át akarják minősíteni, ezeket tudjuk. Tehát nekünk most nagy feladatunk van. Nagy feladatunk van. És azért kellene ilyen kisebb klub beszélgetéseket folytatni, hogy aki ahol tart, meg tudja érteni, hogy saját maga mire kellene predesztinálnia, képesíteni magát, hogy el tudjon indulni azon az úton, amit vállalt. Mert segítők kellene. Képzeljétek el, hogy a szellemvilágban, gyönyörűen le van írva, minimum 7 szellem kíséri az embriót is már, de az újszülöttet végig egész életében, hogy segíteni tudjon neki, hogy azt a programot elvégezze. Ezeket hívjuk egyébként őrzőangyaloknak, mert hogy mi így nevezzük őket. Csak azt nem tudom, hogy hol vannak az őrzőangyalai azoknak, akik olyan butaságokat csinálnak, hogy neked eszedbe se jutna. Hát igen, nem őrzőangyaluk van. Tehát gyakorlatilag ők mást akarnak, és másfajta lények vannak körülöttük. Viszont az a jó hír, hogy nagyon nagy csaták folytak és folynak az égben, és most már úgy néz ki, hogy szabadul föl a Föld. Mert megjöttek és megjönnek azok az ősi isteni lelkek és szellemek, akiknek az a feladatuk, hogy a harcos istenségek ottan dolgoznak, ők pedig ébresztgetnek.
Rengeteg látomást kaptunk a múlt héten is, hetek óta jönnek a látomások és az üzenetek. Van-e itt valaki, aki kapott látomást a közelmúltban, vagy információt? Nincs. De pedig nagyon érdekes, mert nagyon sokan jelezték, és egy másik szinkronizitás volt, most ránéztem Zsófira, el ne felejtsem. Zsófi fölhívott engem tegnap előtt, vagy nem tudom mikor, hogy Magdolna, elküldtem a nagyszalai beszédedet, és milyen érdekes, hogy ott beszélsz az aranybulláról, második Andrásról, mert frenetikus, hogy tényleg milyen csatornázást hoztam. Hát mondom, én nem hallottam azóta sem, meg nem tudom, hogy mi volt. Megnézem, és képzeljétek el, meghallgatom ezt a szalai anyagomat. Hát mondom, Úristen, milyen tiszta energia jött le, és milyen fontos üzenet. Tehát nekem is így, nem tudom, 9 év távlatából nagyon sokat mondott újra, és megerősített egy kicsit, mert én már azt hittem, hogy én már akár mehetnék is, mert elvégeztem a dolgom. És egyszer csak bejön, hogy második András aranybulla, és hogy el van készítve, és újra az isteni törvényeket megalkották az istenségek a magyarság számára. Akkor azt úgy elmondom. Erre tegnap látom a híradóból, 4 nappal ezelőtt bejelentették, hogy Székesfehérváron megvizsgálták az egyik királyi sírt, és megtalálták benne a királyi vérvonalunknak azt az anyagát, ami az aranybullához kötődik, és ez az egyetlen, az aranybulla és ez a vizsgálat, ami biztosította számunkra, hogy valóban mi a vérvonalunk. És ez egy nap történt, ahogy Zsófi elküldte ezt az anyagot. Mondom, Úristen, ez megint egy szinkronicitás. Ez azt jelenti, drágáim, hogy ebben az évben még nagy-nagy változások történhetnek, és ebbe próbáljunk belekapcsolódni. Nagyon fontos. Megnézem, már puskázok, hogy mit kell még. De ha van, majd lesz kérdés felele. Jaj, feltétlenül szeretnék a hunok sárkányairól beszélni. Jó, hogy fölírtam, mert tényleg elfelejtettem volna. Milyen érdekes, hogy megint visszaköszönt nekem a hunoknak a vérvonala, a mi vérvonalunkon belül, és a sárkány dinasztia. Volt itt egy élményem, jó vagy rossz, nem tudom, mert nekem nincsen rossz, se jó. Valaki odajött hozzám, hogy itt volt valaki, aki azt mondta, hogy ha én ide jövök, akkor ő nem jön biztosan, mert hogy én hüllő vagyok. Mondtam neki, hogy én elfogadom, mert tényleg én nekem van egy hüllőm, amivel 100%-ig biztos vagyok, de az nem más, mint egy hatalmas fehér sárkány. Na most a sárkányok is a hüllő kategóriába tartoznak, de nem csak egy sárkány hüllőm van nekem, mert az én isteni én tudatom olyan alakot vesz föl, amilyet akar. Hát alakváltók vagyunk, drágáim, akik a magasságostól jöttek, azok abban a térben, abban a galaxisban, azon a bolygón úgy jelennek meg, ahogy akarnak. Hát hogyha egy Krisztus hitűnek, aki bele van bonyolodva a judea kereszténységbe, vagy a dogmatikus vallásba, nyilvánvalóan, ha a lelkét meg akarják menteni, ez a hét szentség, aki kíséri a születésétől kezdve ezt a lelket, az fog megjelenni, mert ő abba hisz. Lesz, akinek Buddha fog megjelenni, lesz az Allah fog megjelenni. Nekünk Jézus jelent meg, nekem nagy boldog asszony is. De tulajdonképpen mindig azt a rezgést adja annak az emberi lénynek, amit föl tud fogni. Mert az ő tudata le van blokkolva, mint hogy a föld is terembúrával le volt zárva, hát mi is átmegyünk a felejtés óceánján, mi is le vagyunk zárva. Hát akkor csak úgy fog a Jóisten segítséget adni nekem, hogyha abban a formációban jelenik meg, hogy ne ijedjek meg. Na de most a hunoknál, amikor az ős körkeresztet használták az eleink, és tudtuk, hogy az mit jelent, hogy a bölcsesség, a tisztesség, az igazság, a védelem, a nagyboldogasszony hitvédelme, a táltosok védelme, ezeket mind a sárkányok vigyázzák, a fehér sárkányok, illetve többféle sárkány van, és ezt a Kismauton túl tudjuk,
hogy van a vörös, a fekete sárkány, a vörös sárkány, a zöld sárkány, és sorolja fölfele, itt tanultuk tőle. Ő is elmondja. Ráadásul odaírta nekem, most vettem észre a könyvbe, hogy tisztelettel Szelei Magdolnának, mert méltó utódja a sárkány rendnek. Mondom, kösz, akkor innen jön a hüllő. Tehát már nem ő, hogy ő, hanem hogy valaki, igen. Tehát én nekem is az én lényem azt mutat magamból, amit ő akar, nem én fogom eldönteni. De hogy meg kell tanulnunk először az őstörténelmet, a lélek, a szellemvándorlást és a feladatokat, mert addig nem tudok olyanba belekapaszkodni, akinek nincsen készültsége arra, mint hogy a szeretetet is átfogadja tőlem. Abban nem tudok belekapaszkodni. Viszont akkor minek vagyunk a Földön? No, tehát szóval ezt nagyon szerettem volna kihangsúlyozni, hogy a Kismautonnak a sárkány rendje a hüllők, de azon kívül rengeteg formációban jelen vagyunk a Földön, és ezekkel az erőkkel és energiákkal kell élnünk. Ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a ránk váró erőtereket, azoknak a megnyilvánulását, a hitünket, a bennünk élő szeretetet. És erre tanít Nagy Boldogasszony, erre tanított ugye Szent István, hogy fölajánlotta Isten anyának a koronát. Ősi istennő hitvallásunkat a férfi nemek is támogatták, ők őrizték a Szent Koronánkon, rajta volt a Nagy Boldogasszony minőség. A Szent Korona, nem tudom, tudjátok-e, nem csak a Kárpát-medence Szent Koronája. Ez egy galaktikus korona, az égben is működik, de az egész Földnek a törvénykezését tartja. És lehet, hogy nagyon sokan nem fognak örülni neki, de meg fog történni az átadás átvétel. És remélem, ezt tologatják ezt a 2036, reméljük, hogy nem ez lesz az ő programjuk, hanem az isteni kegyelem fog közbeavatkozni. És én ehhez szeretnék hozzájárulni azokkal az energiákkal, amit én tudok tartani és kapni. És nagyon sok testvéremmel szeretnék majd összekapaszkodni, amikor eljön az a mi időnk. Hogy érzitek, készen vagytok arra, hogy befogadjátok Krisztus teljesen, úgyhogy Krisztusokká váljatok, és a Nagy Boldogasszony szeretetét tartsátok? Ki merné most fölemelni a kezét, hogy kész van rá? Hát elég szépen, de remélem, hogy nem elvárásként, hanem szívből mondjátok. Azért kérdezem, mert ez a vállalás, ez azért fájdalommal jár és terhekkel jár. Tehát azért azt tudni kell, hogy ha te ezt bevállalod és kimondod, mert most ez még nem érvényes, hogy én majd te majd elintézed, nagyon sokszor lemondásokkal jár. Nagyon sokszor lemondásokkal jár. És elkötelezettséggel jár. De ha itt ez az arány, én már is boldog vagyok. Ha ezt szívből gondoljátok, azért, mert a számok törvényének értelmében, a nagy számok törvényének értelmében vagyunk. És akkor ez azt jelenti, hogy rengeteg csoport van egyébként Kárpát-medence szerte. Rengeteg csoport van. Kisebb sejtekben és nagyobb csoportokban. Én azt mondanám, hogy vannak alvó sejtek is, de vannak azok, akik már aktívak. És az összes arkangyali rend és a főistenségek készültségben vannak. Nagyon nagy volt ebben az évben is a háború. Épp a Miklós mondja, hogy nézték a villámlásokat, hogy ezek nem villámok. Most, ha nem jött be teljesen a Covid, akkor most próbálkoznak az aszállyal meg a pusztítással, de azért azt is tudni kell, hogy a földanya is vajúdik. Tehát a föld belső terei is már teljesen üregesek, meg sok minden van ott, most nem megyek bele,
és földanya szüli önmagát, fordul le át a tengely. Ezt mondtam már, de akik nem voltak itt, még egyszer elmondom, hogy nem volt még ilyen korszaka a Földnek, hogy az emberi fajjal együtt forduljon át a tér-időrendszer, és a párhuzamos tereket is alakítják át, mert ugye párhuzamos tér-időrendszerben is laknak lények körülöttünk, nem csak ezek a mi lényeink, akik vagyunk mi, és gyakorlatilag most a Föld úgy vajúdik, hogy mi is segítünk szülni. Ezért kell befogadjuk a napkitöréseket, a galaktikus kódok, amik jönnek, a testünk. Tehát teljesen átálltunk egy olyan isteni kód rendszer fogadására, horgonyzására és összekapcsolására, amit maga földanya is csinál. És együtt mozdulunk a bolygókkal, a galaktikus rendszerekkel, mert Isten akkor is teszi a dolgát, hogyha meg akarják állítani. Nem tudják. Igaz, hogy nagyon sokat kellett harcolnunk azért, hogy eljussunk erre a pontra, de én azt gondolom, hogy most már teljes mértékig fölkészültünk arra, hogy megtartsuk, elfogadjuk, bekérjük, elfogadjuk, megtartsuk, és használjuk az energiát. Ez a minimum. Ez a minimum. Tehát akik ezeket vállalják, azoknak sok mindenben lesz örömük is, reméljük már a nehézségeket nem kell vállalni. Kérdezték többen a telefonon is, hogy mi a gázról, meg a villanyról, meg hogy mit mond a Jóisten. Én nekem Úr Jézus azt mondja már több mint egy hónapja, hogy csak egy hétre tervezzetek. Ebben minden benne van. Vagyis bármelyik pillanatban bármi történhet. És én ezt most Isten mondja, nem a cionista, vezérkari, földön kívüli, tök mindegy. Mert nagyon jól állunk. És eddig nem volt lehetőség, hogy belenyúljanak a föld sorsába, és az emberi faj segítségére közvetve, mert ugye közvetlenül föntről úgy is jön a Krisztusságunkon keresztül, mert már megnyíltak az erőterek, a terembúrát már lebontottuk. De segíteni tudnak, és lehetőségük lesz fizikai szinten belenyúlni augusztus végére a föld sorsába. Most innentől kezdve érdekel engem a villany, a gáz, meg a nem tudom micsoda. Hát, és ugye még azt is remélni tudjuk, és hiszük, hogy így lesz, hogy a bankjaik is összeomlanak, és nem úgy, ahogy ők akarják, hogy újra átvegyék az irányítást a termeltetés és a bankszektorok fölött. De együtt kell akarjuk. Együtt kell akarjuk, és együtt kell tenni. Én a gerincét elmondtam azoknak a gondolatoknak, ha nem is bőven, amit akartam. Szeretném kérdezni, hogy van-e kérdés, hogy megbeszéljük? Miről beszéltünk az elején? Már nem tudom, mert ott már beszélgettünk egy kicsit. Nem beszéltünk itt másról. Másról is beszéltünk, jó, nem? Előadás előtt beszélgettünk, de a lényeg, hogy igen, az ünnepi részét elmondtam, az én álláspontomat, illetve az égi tanítások alapján, a többit nem akarom tovább, viszont egyet szeretnék kérni, hogy meditáljunk, ezt megbeszéltük itt a belső csoporttal, mielőtt a többiek bejöttek, és fogalmazzuk meg augusztus 20-án, ha egyetértetek ezzel, hogy mit szeretnénk a magyar nemzetnek és a föld tudatának átadni, vagy mi az, amiben mi teremteni tudnánk a legjobb jó szerint, amit szeretnénk. Vagy akadályozzunk olyan programokat meg, amelyek nincsenek az isteni tervbe, és engedik, hogy leállítsuk. Igen. És küldjük föl a nagy boldog asszonyhoz és az őseinkhez,
mert mondom, nekem ez vesző paripám, hogy az ősi szellemi istenségeinket, nagyvezéreinket, sámányainkat, táltosainkat állandóan megbélyegzik, bántják, minthogyha a kezükben lenne a köve, hogy hívják ezt, a bölcsek köve, az ő kezükben lenne, és ők mindent tudnak százezer évekre, meg évszázadokra visszamenőleg, és ők lennének a tökéletesek és a megmondók. Hát ez felháborító. Ahelyett, hogy onnan merítenénk az ő bölcsességükből, erejükből, hazaszeretetükből, és mindenből, amit jót tettek, költőink, íróink, zenészeink, királyaink, vezéreink, sámán kultúránk, a táltosaink, Istenanya, tehát van nekünk mivel foglalkozni, és van mit éltetni, és van mit előhívni magunkból. Abban kell jeleskedni, és nem belemenni mindenféle dolgokba. A tudományos vitatkozás legyen a tudományban járatosak, meg a orvosi dolgokban. Végtelenül tisztelem az orvosi csoportot. Nagyon köszönöm a kiállásukat, mert van mi között választani. Van érdemes párbeszéd. Vannak érdemes hozzászólások. De hát, amik a bürkánok oda nyomnak a témát, és rögtön elfogadja, és nincs miből válaszol, abból nem haladunk előre. Viszont akiben ott van a kraft, akiben ott van az erő, aki Istenben hisz, magában is hisz, mert magadba kell higgy elsősorban. Hát egy nőnek is, mondom, az a férfi tetszik, aki erős, határozott, tudja a dolgát, és a férfinek meg melyik nő tetszik? Hát hova megy? Elmegy, hova megy? Hova mentek őseink? Ház? Ha nem volt tüzes a menyecske, nem volt láng az életbe, hát kinek kell lesz? Hagyjad már az olyan lagymatag, ez nem lesz jó anya, nem lesz jó feleség. Igen. Igen. Na, hozzuk vissza ezt az erőt magunkba, és akkor támogassuk meg egymást, hogy segítségül legyünk nemzetünknek és a Földnek. Van-e valami, amiből még szeretnétek hallani, vagy bővebben beszéljek, esetleg kérdezzetek? Mert még van egy kis időnk, aztán én átadom a szót. A 24 óra miért 15 óra? Ezt te is meg tudod válaszolni, drága testvérem. De a többség. Hát azért, mert fölgyorsult az idő. És a drágásul, ahogy mondtam, a párhuzamos világokban is közelednek az origóhoz a párhuzamos világok, mert az egész Föld téridő rendszere át van alakítva. Folyamatos munkákat végeznek az angyalok, az istenségek, az ősök a szellemtérben. Például számtalanszor bejelentkezett nekem Attila nagyvezérünk. És mindig mondta, drágám, semmi ok. Az aggodalomra a mai napig is én vagyok, nem tudom én hányadik síkon, az egész Európa királya és császára. Hát akkor miért nem hívjuk őket? Miért nem kérjük, hogy segítsetek már vezérek? Mert meg akarják tanítani, hogy hogyan kell kérni, hogyan kell használni az energiát, és hogy tudunk emberré és Isten emberré válni, mert nagyon sok még emberi szintet se üti meg. Hát azzal nem tudok beszélgetni, aki meg elkezd vitatkozni, meg beleköt, meg csúnyákat mond Miklósnak is rengeteget. Tehát van erő, van szellem, van lélek, van tudás, csak használni kell. És azért van a 14 óra, gyorsul az idő, és lépünk át egy másik téridő rendszerbe. És tényleg úgy van, fölkelsz reggel, este van hirtelen, azt se tudod, mit csináltál már. Változás van. Igaz? Na. Van még kérdés? Egy egészen más jellegű kérdés, hogy eszkatológusok mondják, hogy a sátánnak eloldották a bűncseit egy évszázadra. Gyakorlatilag a úgynevezett Szent X. Pius pápa halálával 1914-ben történt volna ez meg. És most jár le körülbelül az az évszázad, hogy akkor ez, ami jön, ez a változás, ez ezzel összefüggésben van, vagy ez csak egy mendemonda? Nem, biztos, hogy változás lesz, mert nagyon csendesek a csatornák, nem mondanak semmit, és ez a jó, mert az Isten nem kiabálja ki az ő tervét, és aki bármit mondanak, az nem igaz. Tehát gyakorlatilag, hogyha most ugye azért beszéljünk már arról, hogy mi a sátán, meg mi Lucifer, akkor erről is beszéljünk, mert a sátáni erőket
az emberiség szabadította saját magára, az nem isteni teremtmény. A sátáni erő az a tudatukra ébredett emberek, akik egóból Isten emberekké lettek, a saját lelkiségükkel, erejükkel elkezdtek hatalmat gyakorolni, és mindenféle fekete mágiát, az energiát, az erőteret, a képességeik fekete mágiára, hogy maguk alá gyűrjék az emberiséget, és a mindenféle világokat maguk teremtették meg. Erre nagyon jó példa, aki ezt nem hiszi el, és nem tudja értelmezni, van a Megiddo nevű film. Ezt talán ősszel mondtam a lányoknak. A Megiddo 20-valahány éve, mentem egy havernőmmel egy videótékába, és Jézus mondta, hogy vedd le azt a kazettát. Levettem, hazavittem, ez a Megiddo. Arról szól, hogy Amerikában kormánypárti politikusok vannak, és akkor egy férfinek megszületett egy második gyermeke, és meghalt közben a feleség. És volt egy olyan 5-6 éves körüli kisfiúcska, és rendkívül szerelmetes szerelemmel volt az anyukájával, az apa persze kiborult, de oda ment a pici babához, amikor nem látta a dajka, és megátkozta, és fekete mágiát tett a gyerekre. És ördögi energiákkal kezdett utána élni. Tökéletesen hozza a film, hogy az elmével hogy lehet a sötét erőt mozgatni, hiszen most ezt csinálják velünk, gyerekek. Ezt csinálják velünk. Tehát ez a sátáni, ez az ördögi. De a luciferi program, az pedig vállalt program. A lux, a fényből jövő, a napistentől jövő entitás, aki fölvállalt egy feladatot, és polarizálta a fekete-fehér erőtereket a Földön, azért, hogy itt végre tudjuk hajtani ezeket a programokat, amiben élünk. Tehát, hogy előkészítettük azt is, többek között, amit az előbb mondtam, hogy a Földön kívüli galaktikus rendszerekből az égi világ, az istenségek betolták fokozatosan a mi naprendszerünkbe ezeket a cionista fajzatúakat, akik itt már uralkodnak, Isten tudja hány éve, millió éve a Földön, mert megelégelte a teremtés, és véget akar vetni ennek a játszmának. És most van ez a végjátszma. Azért húzódtak vissza a magyar lélekcsaládok egyébként a Föld más tér idejébe, bizonyos szintekre, és most azért lettünk mi leszületve, vagy azért vállaltuk ezt a leszületést, pontosan sámánisztikus táltos ősi kultúránkban, hogy titokban fölkészüljünk, ezért vállaltuk be ezt a sorsot, hogy megbűnhődte már a nép. Közöttünk is voltak biztos nagy megalomániával élő nagy szellemek, meg vannak is, meg voltak is. De pontosan ez a lényeg ennek a programnak. Értitek? Hogy ezt a képességet most, mint fehér mágia, nincs fehér, fekete, de mindegy, most már csak a jót mondjuk, előhozzuk, és átfordítsuk. És erre, ezért bíznak bennünk. Ezért Jézus a vezérünk. És egyébként azt is lehetne ragozni, hogy Szent István meg a pápák között mi volt, mert ez is egy nagyon komoly történet. Tudnélik, Szent Istvánnak nem volt más lehetősége, mint ahogy behozzuk a katolicizmust, most az lehetne az egyetemes, az jó lenne, de ez nem annyira jó. De azért kellett elvállalnia, mert Földanyának is volt egy programja, hogy végig kell csinálni, hogy ezeket a lényeket ide beengedjük, mert ez egy sokkal gigantikusabb és nagyobb program, mint hogy sajnálkozzunk a Kárpát-medencén. Hát nekünk nem csak a Kárpát, Közel-Kelet, Perzsia, Távol-Kelet, Nyugat, hova mentek el a szent királyainknak a lányai vérvonalt építeni? Milliárdokat vittek ki, aranyakat, ezüstöket, gyémántokat. Mi az egész világ a magyar kultúrából él. És 3 gyerek ment el a vérvonalból, hogy megtegyék a vérvonal alapjait. És ez egy hatalmas program, hatalmas. És most fokozatosan, ahogy tolja befele az erőtér, a napkitörések minden segítik az istenségeknek azt az erőt kifejteni, hogy végre átvegyük a Föld fölött az irányítást. És ezek a lények vagy behódolnak, vagy megsemmisülnek.
Azt mondta a teremtő sok évvel ezelőtt, kislányom, még ilyen nem volt. A teremtés óta lelkeket fogok megsemmisíteni. Bizony. Tehát ez egy sokkal nagyobb léptékű dolgok, mint ahogy mi gondolnánk. És nem síránkoznunk kell, hogy Kárpát-medence, nincs Kárpát-medencet, már nem tudják elvenni tőlünk, így se tudták. A lélek számára nincsenek határok. Mondjuk ez, amit Orbán csinál a Kárpát-medence egyesítésével, és a kultúráknak a fölépítésével, professzionális. Sok-sok mindent elkövetnek, én nem megyek politizálásba, de azt tudni kell, hogy a lelkeket muszáj fölépíteni, mert annyit szenvedett a Kárpát-medencei népcsoport, hogy már elfelejtik az identitásukat is. És valahol el kellett kezdeni. Hát most is mondanak olyat, gyerekek is, meg középkorúak is, hogy hülye román, meg ez a mit akarsz, ezek szlovákok, meg... Na, most akkor ezekkel nem tudunk mit csinálni, de nekünk tök mindegy, hogy ő hogy van, mert ő felel magáért. Viszont mi, én tudom, hogy galaktikus szinteken dolgoznak az összes nemzetbéleinkik, nemzetiség, ahogy mondjam, na, őseink, és az egész Föld, az egész galaxis most ide terelődik a Kárpát-medencére. Azért akarnak minden, és egyébként szerintem Orbán Viktornak is nagyon komoly feladata, hogy lavírozzon, és ő is úgy van, mint az Atyaisten mondta szerintem, hogy a legrosszabb rosszból, ami a Covid, a legjobbat választja, néha föl kell adnia téziseket, és ő is arra vár az utolsó pillanatban, hogy hogy fordul át. Ha nem fordul át, ő is szembenéz majd magával. Mert ez, ami most jönnek, ezek a tézisek, meg ezek a... Hát ez kivéreztetés, ezt tudjuk. Hát akkor mit kell csinálni? Imádkozni és cselekedni. De az imádkozás az a beszéd, az együttérzés, a segítés és az egyéválás. És most nagy dolgok fognak történni. Meg kell mindenkinek tartani az erőt. Arra figyeljetek, hogy amikor beérkezik hozzád egy energia, megy föl a vérnyomásod, megy föl a cukrod, ver a szíved, hány ingered van, rosszul vagy. Nagyon szépen kérlek, hogy mondd azt, hogy semmi nem történt, ez az illúzió, de én élek, és tartom. Tartom. Egyensúly. Akik szeretnének minden nap imádkozni és erőtereket tartani, nagyon javasolnám Balog Ilona barátnőmet, kolléganőmet, hatalmas munkát végez hosszú évek óta Ilona is, és ő vezeti az istenember.hu blogot. Minden este folyamatos imádkozás van, de az imádkozás mellett erőtérmozgatások folynak. Erőtérmozgatások is. Akkora erők működnek, hogy elképesztő. Tehát aki így akar segíteni, vagy így tud segíteni, akkor úgy, lépjél abba bele. istenember.hu. És minden napra kiadja. A felső síkokon nagyon jól állunk. Nagyon-nagyon kitisztult a tér. És én is azt kapom folyamatosan, információ semmi, csak egy hétre tervez kislányom, és készültség. Tehát mondod azt, hogy egyensúlyban vagyok, vizet igyatok sokat, és azért kérdeztem, hogy hányan meditáltok, mert nem baj, ha nem teszed meg, hogy konkrétan valamire meditálsz, hanem csak beülsz és tartod magad, és egyensúlyba próbálod tartani magad, de arra figyeljetek, hogy néha, akinek nincs lehetősége, az próbáljon többet kirándulni, de tegyétek meg, hogy mezítláb járkáltok, mert földelni kell, és tudjad azt, hogy ami a testedben történik, az teljes sejt szintű átalakítás. Erről kezdtünk beszélni az elején. Tehát több milliárd sejtünk pusztul el egy nap, doktor úr biztos tudja. Mi meghallgatjuk szívesen. Tehát gyakorlatilag a sejteknek át kell venni a rezonanciát, a rezgést. Erre mondtam, valakik itt kérdezték a gyógyítást. Igen, én gyógyítok a Jézus házban. De meg kell kérdeznem, hogy belenyúlhatok-e, mi a karmája, mit tudok segíteni.
egyre többen mennek elfele az oltottakból. Rengeteg a fiatalok is, súlyos állapotok vannak. Én ebben nem megyek bele, doktor úr témája. De energetikailag a több milliárd sejt kimegy. A helyet jön új. Ha elkezdesz imádkozni, vagy megtartod magadnak az energiát, rögtön föltöltődnek, és hogyha többször kapod az energiát, ez a gyógyítás, a stáltosok is ezt csinálták, hogy kézzel gyógyítottak meg energiával, akkor egy idő után föltöltődik egészséges, élő sejtrendszered az energiával, és abban a pillanatban meg tudod tartani, akkor már nem lesz hányingered, nem ver a szíved, főleg ugye, hogy minden vírusokat elengednek, és a tudatosságoddal, a belső krisztusi éneddel meg tudod tartani a tengelyedet. Mindenkinek vannak nehéz napjai. Főleg, mondom, olyan kitörések vannak, hogy őrület. Hányinger, vérnyomás, vércukor, szédülés, hasmenés, mondjam. Az imádkozás is egy meditálás, nem? Ha imádkozás. Az imádkozás is, és a beszélgetés is. Tehát nincs külön, hogy csak szabatosan tudod elmondani az imát vagy egyebet, ami a lelkedből jön. Beszélgess magaddal, keresd meg a belső origódat. Miklós szokta mondani, hogy menj befele, jó, mondd, menj befele. De úgy kell befele menni, hogy tud, na jó, akkor most mondom is ezeket, majdnem elfele. Mua. Erdélybe vettem, mert nekem egy kopott, öreg, régi Matyóska babám van a Jézusházban. Most Csíksomlyon voltunk, és egy darab volt, na mondom, ez hozzám gyere, mert te ez egy gyönyörű vagy, és én már láttam ott a várba, horror összegekért árulják, ez meg csak 6000 valamennyi volt. Na, hát ezek vagyunk mi, drágáim. Ez a nem Matyóba, Matyóska baba, Matyó, magyar Matyó baba, és tudjátok, hogy ők kik, a hét szentség, és ezek mi vagyunk. Mindenki így néz ki. És ki van benne tömören? Mikrofonba beszélve. Tudom, az utókornak, mert itt hallanak. Tehát... Nem, ott kint. Nem? Ja. Tehát ezek vagyunk mi. Ezek vagyunk mi, istenek! Mind a hét bennünk van. És bent a fekete, vagy bocsánat, a fa, tömör baba, ez a csont, hús, test, bőrbe, bőrkabátba. És mit csinálsz? Te tartod az összeset, te tartod. És tőled kapja az energiát. Hát ha te ki vagy nyírva az asztáltestedbe, a tudatodba, az energetikai rendszeredbe, meg tudod tartani? És mi a céljuk? Hogy akar átállítani? És gyönyörűek vagyunk így heten. És egyébként a hét szentség, a szent Elohimok vállalták azt, hogy minden lelket, aki emberré és Isten emberré igyekszik, amikor a karmája engedi, meggyógyítják. És én ezt csinálom a Jézusházba. Engedéllyel, akinek ez a karmája. De ő ugyanúgy tud gyógyítani, tehát mindenki tud gyógyítani, de aki úgy gondolja, hogy kell egy löket, egy segítség, bárkihez lehet fordulni. És ezek vagyunk mi. És ez neked a galaxis felső csücskébe van, a te aurád. Hát akkor mitől félünk? Hát mik vagyunk? Tökéletes istenségek vagyunk. Pont ezért. Jaj, de majdnem elfeledkeztem itt róla. Jó, Istenem. Na, ez egy másik csoda. Le tudjátok olvasni, hogy mi van rajta? És elejénk mire használták ezt? Jó. Bor, oké. Okay. Férfiak bort. Lehet, hogy ilyenbe tárolják azoknak a házaspároknak a izéjét, akik újra akarnak élni. Na,
az a kérdés, szóval azt szeretném elmondani, hogy ez sokkal több ennél, mint hogy bor. Már bor, ugyan Jézus is ott van, de ha megnézitek, a kígyó, na hüllőknél vagyunk meg. A kígyó minőség micsoda, ki tudja? Doktor úr. És milyen női minőség? Isteni női minőség. Hát így könnyű. Na, de, na, a lényeg az, hogy a bölcsesség istennője, a kígyó minőség, és a gyógyító, a kegyelem, a szeretet, a bőség, a gondviselés. Hát miért ezt választották a gyógyszertárak? Csak hogy nekünk kettő megy föl meg le a gerinctől, lentről, a gyökércsakrától, és ez egy teljes élet. Elmondom nektek. A kígyó ugye megy fölfele, a bölcsesség, és mi van közte? Két életfa. A nagy boldog asszony, és a föld, földhöz való kapcsolódás. Hát mik ezek? Ó, ha égi létrám volna. Igen, de ez nem csak az. De igen. Tehát a hét szentség megnyilvánulása, a hét életminőségünk, és az egymásra épülés, és a férfiaknak, meg a nőknek miért ilyen ruhát csináltak? A vizéknek, a huszároknak is. De miért azt várták? Miért? Mit csinál? Levédi a csakra rendszerét, és megvédi a testét. Életmentő energiák, és a hét benned lakozó szentségnek a vigyázása. És amikor följutottál a hét létrán, vagyis az összes inkarnációdat bejártad, mint szellemlény, amit kezdtem mondani, hogy mindenki megírja a paxusát, sokan több millió évig élnek, és utána fognak majd beleállni, hogy emberi létrákon fölmenjen, és teljesen az igazság, a bölcsesség, a szeretet, a béke megy. Utána mi következik? Az égi világ. Hát eljutsz a legmagasabb teljességbe. Ez a teljes, a koronacsakra, és itt lépsz ki, ahol Krisztus belép benned, Krisztus itt jön beléd, és mivel a borral, a szőlőtőke, az életfa, így van. Hát, hogy mennyire, hogy mi mindent le tudsz még ettől majd olvasni. És a régülés, a bor után és és minden magyar családban volt egy Miska kancsó. Na, meg baba. Szóval... Jaj, de tűzbe jöttem, látjátok? Legalább fölébredtek, akik aludtak. Na, és hogy milyen mosolyogva megyünk hazafele? Hát nem csak a bortól, hanem az örömtől is, hogy nem szívunk már itt tovább a földön, nem? Vagy aranykor csinálunk, és akkor boldogok leszünk. Maradjon ez így. A gondolatunkban is, meg mindenben. Jaj, Istenem, majdnem elfelejtettem. Jaj, ezt is majdnem elfelejtettem. Akik kérték, megcsináltam az invokációs lemezt, mert sokan mondták, hogy Magdolna, utálom, hogy meghirdetnek meg mi. Elmondtam már tavasszal is, fönt van ingyenesen az invokáció lemez. Hallgassátok, mert a hét szentség energiája dolgozik bennetek, és a napon keresztül érkező fényfiú segít hozzá bennünket, hogy ezek az energiák benned, mint a Miska kancsóban rend legyen. Tehát viszont aki akar venni, mert mondták többen, hogy ők szeretnének, ide hozta Meditkével, akkor ez lehet. Ezeket meg azért... fotóztam le, mert sajnos nem tudtam megszitáztatni, mert nagyon drága lett volna a lemez. Csak ráírtuk, hogy az invokációs lemez. Ezek a nimródi pecsétek a fotón, azt tettem bele. Ezeket már én mutogattam, ez pedig egy jádaköves galaktikus naprendszer működése. Ez is csodaként került hozzám, de most ez nem reklámozom, mert úgy sincs belőle több, csak az enyém. Mert hogy a perzsáktól jött egy perzsa a szőnyegbordba hozzám. És
Ez a gyűrű, ez pedig a Nimrod csillaga, ami szintén a napisten nekünk, nem a judeai csillag. És ez pedig szintén Nimrodnak a pecsétje, csak fotóba rátettem, hogyha kérdezitek. De ez ugyanaz, mert az eredeti ez az életfa volt, csak két fotót tettem rá, de ugyanaz a lemez. Ha valaki érdekel. Na, meditálunk egyet? Igen. Van elég kérdés esetleg? Nem kellene, kiszállattam. Van még benne. Köszönöm szépen. Csak a zoltáramról szeretnék egy kicsit mondani. Az oltárra véletlenül kékkel egy csókolózó kisfiút, kislányt hoztunk el, ez került a kezembe, hogy végre egymásra találjon mindenki, a szimbolizálja, és legyen a legnagyobb isteni szeretet. Ez egy régi parfümöm, de kivettem a márkáját, mert már régen volt, viszont beletettem a nagyítót, hogy nagyon lássuk meg már a jövőt, és két oroszlán fogja közre a teljességet, mint a napistent, és ezek itt dolgoztak. Ezekbe pedig az összes kristályokat és kövecskéimet, amik vannak most a picikékbe, elhoztam, mert a kristályok gyógyítani fognak és segítenek. Ha kicsik is, az se baj. Ha valakinek van lehetősége, akkor fogdossatok otthon egy-egy kis kristályt, mert a kristályok nagyon aktívak, és nagyon segítik a beépülését az energia rendszerbe. Ez a hüllő élet tojás, aki én vagyok. Ez egy gyógyítókő. És büszkén vállalom, ahogy a kismauton írta, a hun és ősi mag származásomat. Remélem, hogy a Jóistennek, meg nektek, meg magunknak tudunk még ebből profitálni, hogy hüllők vagyunk. Na, ez pedig az Istenanyának a szent gyertyája. Ez meg én voltam, vagyok és leszek, és meditáljunk egy kicsit, jó? Na, fogalmazzuk meg, hogy miért küldjük fel az energiát. Na. Boldog átmenet az aranykorba. Az meg lesz, csak most még lépések vannak előttünk. Most még valamiket le kell zárni. A sötét erők ne tudjanak beszólni az ősi tudatunkba, tehát hogy ez tisztán. Akkor javasolok én is valamit, aztán rakjuk össze. Felhatalmazom és egyben elrendelem a mindenható egy Istennél, hogy az én önmagatok képességemet felajánlom a mindenható Isten teremtésében arra a célra, hogy a Földön végre megszűnjön a gyűlölet, az átok, a rossz minden, ez majd él, és felszabaduljon a Föld és az emberiség a sátáni gonosz erők karmából, és beinduljon a várva várt aranykor, ami békességet, boldogságot, egészséget hoz a Földnek, és a mennyek seregeivel együtt tudjunk örvendezni minden síkon, minden térben, minden időben, valami ilyesmit. De ti is tegyetek hozzá, és akkor fölküldjük, és beküldjük, és kiárasztjuk. Mindenki a saját gondolatát is tegye hozzá. Ja. Hívjuk a fényt, hívjuk az erőt. Hívjuk a fényt, hívjuk az erőt, a mindenható Isten egy szentségét, hogy általad, veled és benned. Általunk, velünk és bennünk. Egyé legyen Isten igéje.
Mi atyánk Istenünk, bennünk van országod, előttünk szent neved és törvény akaratod. Minden napunk gondját magadon viseled, és vétkeinket, mint másoknak nekünk is elengeded. A te kezed vezet kísértéseken át, s lefejted rólunk a gonosz jármát. Tiéd a nagy világ összhatalma üdve, mindöröktől kezdve, legyen mindörökre. Mindenható égi anyánk, magyarok nagyasszonya, világkirálynője, nagy boldogasszony. Szent István neked ajánlotta föl újra és újra a Szent Koronát, mint nemzetségünk. Te elfogadtad tőle is, és fogadott tőlünk is a szentségeket. Kérjük a mindenható anyát, a mi Urunk Jézus szent nevében, az ősi szent erőnk, sámán táltos mágus aranyasszony rendeknek, minden erejével, a fény világ világosságának tudatosságában. Fogadjátok el tőlünk azt a felajánlást, hogy képességeinkkel, erőnkkel, szívünkkel, lelkünkkel, isteni önvalónkkal csatlakozhassunk a Föld megmentéséért, a békéért, a világ világosságának győzedelméért. Kérésünk és elrendelésünk, hogy megállítsuk a világ forradalmát és háborúját, ami most zajlik minden térben és minden időben. Rendezzétek erőtöket, és segítsétek akár testünkön, lelkünkön, szellemünkön, istenségünkön keresztül, hogy minden ártó, gonosz, erő, lény hatalma legyen továbbá a Földön. Ezt megakadályozzuk, és csak is a mindenható Isten engedélyével és az ő akaratával egyezően történjenek meg, és a mi békés atyánk elküldje angyalait a Föld megmentésére, felszabadítására, hogy az életünk, a lelkünk, a szellemünk, a testünk és az önvalónk végre újra boldog legyen önmagával, ön Krisztusságával, teljességével, szeretett erőinkkel, párjainkkal, nemzetségünkkel és az emberiséggel. Legyen béke, legyen boldogság, legyen szeretet, és legyen ige a cselekvésben, a bőségben, a kegyelemben, a könyörületben, a teljességben. Hívom az erőt, hívom a fényt, kötöm a fényt, kötöm a fényt, hívom az erőt, hívom a fényt, kötöm a fényt, kötöm a fényt. A Föld, a nap, a hold és a csillagok legyenek tanúink. Föld anyához hozzuk, hívjuk és kapcsoljuk be a legmagasabb isteni tudatot, hogy általad, veled és benned, általunk, velünk és bennünk egyé legyen Isten szent igéje. Ébresztést kérünk és indítást a magnépeknek szerte a Földön és a világban, és minden sikon, minden térben, ősi szent nagy királyaink, vezéreink, nagy szellemek, arkangyalok, angyalok, őrzők, istenségek, kapcsolódjatok hozzánk, és kapcsolódjunk együtt a mindenható szent akaratába. Áldott legyen a fény, áldott legyen az erő, áldott legyen az isteni szent akarat, mert fényből jöttünk, fényben járunk, fénybe megyünk, a mindenható szent akaratát, és az ő lelkét szolgáljuk.
terjesztjük ezt az energiát az itt és mostban, a múltból a jövőben, hogy a Föld anya minden térségében, Zeus-ukában, minden nemzetségben, minden látható és láthatatlan erőket összekapcsoljunk az isteni forrással, szívből szívbe, lélekből lélekbe, Istentől Istenig. Horgonyoz, 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 engedd be a talpadon keresztül. Földanyához kapcsold, földanyához kapcsold. Áldott a fény, áldott az erő, áldott az Isten. Hozd vissza ezt a fényszálat, tedd vissza a szívedbe, földanyához kapcsolódtál, és most lélek szerint a teljes Krisztusságot hoz, a mi Urunk Jézus szent nevében, Lord Sananda Kumara szont és szanat egyesített erejével rákapcsolódunk a galaktikus központra, a galaxis központjára, és a legmagasabb isteni tudatosságba fölhúzzuk ezeket az energiákat. Megteremtjük a békét, megteremtettük, megteremtettük, megteremtettük. Szent akaratunkat kinyilvánítottuk, kinyilvánítottuk. Az ég királynője is békét akar, békét akar, békét akar. Megteremtjük, megteremtjük, megteremtjük. Magyarország teljes felszabadítását rendeljük el az anyaországban és a leszakadt területeinkben, és az ősi földeken mindenhol. Ébresztés a léleknek, ébresztés a tudatnak, ébresztés az összes szellemi entitásnak, hogy mindenki elbírja azt a szintet, amire született, minden síkon, minden térben, minden időben. Húzzuk és toljuk, tesszük. Erő, 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 áradj, 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 ősi szent királyaink, vezéreink, angyalok, szentek, sámánok, táltosok, mágusok, aranyasszonyok. Kapcsolódjatok be, és toljátok, 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 elrendeljük, és megnyilvánítjuk. Mindenség Atya, Anya, Te teremtettél mindent, ami a fényben él. Vezetőnk vagy, és erőnk velünk. Az örök fény, áldott az élet, s a
világ termi szépségét, az igazák nemzetségünk került helyére. Ódát írt Isten szent egére. Béke és áldás a csodaváró népnek, igaz megváltást az emberiségnek. Nyílik a kapu, szól a harsona, ez itt már a magyarok hona. Nyílik a kapu, szól a harsona, ez itt már az Istenek hona. Áldott a lélek, s a világ termi szépségét, az igazák nemzetségünk került helyére. Ódát írt Isten szent egére. Mert megváltottam a világot, mely egy ékszer Isten tenyerén. Megváltottam a világot, mely a tiéd is. Megváltottam a világot, melyet érez magadénak. Én, a mindenható Isten kegyelme, örök boldogságra ítéltelek, még születésed előtt. Megváltottam apádat, megváltottam anyádat, megváltottam az egész világot. Mert megváltottam a világot, mely egy ékszer Isten tenyerén. Megváltottam a világot, mely a tiéd is. Megváltottam a világot, melyet érez magadénak. Én, a mindenható Isten kegyelme, örök boldogságra ítéltem a magyarokat, még születésük előtt. Megváltottam apjukat, megváltottam anyjukat, megváltottam az egész világot. Megváltottam a világot, mely egy ékszer Isten tenyerén. Megváltottam a világot, mely a tiéd is. Megváltottam a világot, melyet érez magadénak. Én, a mindenható Isten kegyelme, örök boldogságra ítéltem az emberiséget még születésük előtt. Megváltottam apjukat, megváltottam anyjukat, és megváltottam az egész világot. És ez így van. Védelmeket pakolok föl mindenkire a legmagasztosabb isteni tudatosságban. Legyetek áldva, legyetek erősek, boldogok, és képességeiteket használjátok szívből, lélekből, testből és tudatból. A mindenható Isten legmagasabb ereje, Mihály arkangyal, szent segítői legyenek mellettetek minden pillanatban, és őrizzenek titeket lent, fönt, kint, bent, minden síkon, minden térben, minden időben, hogy szívből, lélekből éljetek, és tevékenykedjetek, amíg a világ világ lesz, minden síkon, minden térben, minden időben. Áldottak, áldottak, áldottak legyetek. Áldott legyen minden nemzetségünk, családjaink, és a magyarok Istene óvjon így, és áldjon bennünket, mindannyiunkat.
Gyertek vissza, szentjeim! És mi megtartjuk az augusztus 20-ai ünnepségünkkel. Szent imádságunkkal zárom be az egészet. Álljatok föl, légy szíves. Isten áld meg a magyart, jó kedve bőséggel, nyújts felé. Ez így van, így rendeltetett. Áldás, áldás, áldás. Köszönet, 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 hogy itt lehettem. Áldás, áldás. Már hiányoltam. Az első fél órát átaludtál. Hogy már régen voltál, már kóboroltál Európába, főleg a nagy Kárpát-medencébe, de még haza nem jöttél. Hol van? Most már hazajöttél. Úgyhogy tapsoljuk még nagyon téged. Nem, persze. Nagyon-nagyon szép volt az az ima, amit mondtál. Direkt figyeltem. Melyikre gondolsz? Az egészet, a végig csináltam. Az utolsó 20 percet. Megmondom őszintén, aki ezt nem ért, az nem is magyar. Hát elsősorban az csak ezért magyar. Jöttem, a többi csak fölösleges beszélni. Meg miattunk jöttem. Jó? Köszönöm, hogy itt vagy. Nagyon szívesen, én is örülök.